Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 27-ére. Ezen a napon Spica csillaghat ki az életünkre. Spica az tulajdonképpen a búzakalászt jelenti a szűz jegyében. És ez úgy hat ki ránk, ha valamit előtettél szimbolikusan, tehát kezdtél valami újat, akkor az kivirágzik, gyümölcsözni fog, de kell a türelem. Ha ezt még nem indítottad, akkor a mai napon kezdhetsz valamit, ami kifejlődik, ami nyereményekkel jár. Erre utal Spica csillag. Amint ezt elintézted, akkor pihent ki magadat, hiszen az utóbbi napokban nagyon sokat dolgoztál, fáradt vagy, kimerült, kell most a szabad idő, menj sétálni, vagy találkozz ismerősökkel, hívj meg valakit, vagy látogass meg valakit. Ami még fontos, a mai napon a művészi területek, hiszen megvan a tehetséged. Én nekem most az jut eszembe, hogy jót tenne például, ha festenél valamit, egy szép képet, hiszen ez örömteli lehet számodra. Az indiai asztrológia szerint a mai napon kihat Sitra, és ez az égi építész. És hasonlóan, mint Spica csillag is, ez azt közli a mai napon, hogy indíthatsz valamit, tedd meg az alapokat, hiszen ezekre az alapokra kiépíthetsz valamit. De mint mondtam, nem csak a munka fontos, ez az építészet, hanem a szabadidő is, hiszen pihenésre van szükséged. Tégy valamit, ami jót tesz neki, amit szívvel, lélekkel csinálsz. És én kívánok neked egy örömteli napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.